vizet a nagy erdőnek. Jelenleg ez a legnépszerűbb intézkedés a dehir.hu szavazása szerint. A Civakva második üteme állandó vízutánpótlást biztosít majd az ország első természetvédelmi területének. Az 50 intézkedést Debrecen város környezetvédelmi programja tartalmazza. A zöld kódexként emlegetett majdnem 400 oldalas dokumentum összeállításáról, tartalmáról beszélgettek a jövő műhelyben. Balázs Ákos alpolgármester szerint két nagyon fontos erőssége van Debrecennek, melyekre építeni tudtak a program elkészítésénél. Nagyon erős összefogás van a városban, és a másik pedig, hogy minden korban és körülmények között a helyi tudásra támaszkodunk. Debrecen mindig a tudásából élt, és most itt ennek a programnak a megalkotásánál is ez volt a legfontosabb. A Csokonai Fórum Kóti Árpád termében elhangzott, a környezetvédelmi program elkészítésénél figyelembe vették, hogy az intézkedéseket be kell tudni illeszteni a város mindennapjaiba. A cél az volt, hogy a tervek mind reálisan megvalósíthatóak legyenek. A legnagyobb nehézség az talán az volt, hogy olyan programot kellett alkotnunk, amit ez a város ténylegesen végre akar és végre is fog hajtani. Mert olyan programot könnyű írni, ami rózsaszín álmokkal tele van, nagyon-nagyon sok dolgot megjelölünk benne, hogy foglalkozni fogunk vele, általános célkitűzés, és telnek múlnak az évek, mint hogy sok város példáján láthatjuk, és tényleges megoldás nem születik. A környezetvédelmi program tartalmi összeállításánál a környezetvédelmi törvény határozta meg az alapokat. A szakemberek arra törekedtek, hogy az intézkedések megalapozzák Debrecen város távlati jövőjének biztonságát is. Ez a kihívás, hogy most az elején már azt a víziót megfogalmazni, hogy hogy lesz élhető ez a város, hogy tudjuk elvinni az ivóvizet, elhozni a szennyvizet, hogy tudjuk elvinni az élelmiszert, elhozni a hulladékot, hogy ez a város tudjon még működni. Na ezért jó ez a munkacsoport, és ezért jó ebben már előre foglalkozni, hogy nem akkor, amikor már a nyakunkon van a baj. A zöld kódexről várhatóan februári ülésén dönt majd Debrecen város közgyűlése.